a műsor a Lánk TV. Iratkozz fel oda is! Temetni jöttem az Orbán kormányt, és nem dicsérni. És ez a probléma nem más, mint a klasszikusoknál, kiknek azért terjesedett be a végzete, mert a demokrácia védelmezője elárulta magát a demokráciát. Így hagyta magára az Orbán kormány a tragikus napon Magyarországot. A miniszterelnök Brüsszelben, helyettese Semjén úr lóháton visz köszönetet székelyeknek. Pintér Sándor belügyminiszter késve kerül elő, a tél tábornokáról meg nem hallottunk semmit, vagy esetleg valahol ünnepelte március 15-ét. Miközben Európa számos országából jöttek a hírek a várható drámai időjárásra, arra a, az időjárás változásra, amely előttünk állt, a magyar kormány a felkészülés, a katasztrófa helyzetet megelőző lépések helyett március 15-e ünnepi politikai lázában égett. Jó magamnak számos társamhoz hasonlóan csütörtökön fél kettőkor megállt az órája. Vétlen áldozata lettem, az m a tömegkarambolnak. Szemem látára csapódtak egymásba az autók, minket egy kamion tarolt le és préselt le a szallakorlátra. Szerencsésnek is mondhatnám magunkat, főleg akkor, amikor kiszállván láttam a kamion másik oldalán a felismerhetetlenségig összetört autókat mindenütt roncsok, mindenütt összetört járművek, sebesültek, borzasztó élmény volt. Borzasztó élmény, mint egy háborús övezetben lettem volna. Az ellenségemnek sem kívánom azokat az órákat, amiket később a hófogságában sok ezernyi autostársammal együtt töltöttünk, élelem, ivóvíz és információ nélkül a nemzeti ünnepünkön. Magam rendőrségi jármű segítségével jutottam el valamikor az éjszaka folyamán Székesfehérvárra, hogy aztán kísérletet tegyek eljutni a Siófgi kórházba, ahova beszállították a sebesült páromat. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 2012. január 2-án a katasztrófa elhárítás állománygyűlésén azt mondta, valódi sikerágazat a katasztrófavédelem, az állam mostantól nem moshatja a kezét, a katasztrófa védelemben valami nem működik. Az elmúlt drámai napok drámai eseményeik a tükrében jogosan vethetik fel a kérdést. Mindez rendben volt? Minden tervszerűen? A megfelelő központi irányítás mellett zajlott? A választ hölgyeim és uraim már megadta a közvélemény, a több százezer bajba jutott ember már válaszolt erre a kérdésre. A Fidesz állítólagos, erős állama mindössze egyetlen dologra képtelen, az emberek valódi problémáinak a megoldására. Nem ugyanaz a, 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 a helyzet alakult ki 2006. augusztusában egy vihar alkalmával, és most egy három napig tartó katasztrófa sorozat esetében. Úgy gondolom, hogy jogos az a felvetés, a magyar állampolgároknak az a felvetése, hogy derüljön fény, legyen tiszta, világos helyzet, hogy kinek milyen felelőssége van ebben a kérdéskörben, és úgy gondolom, hogy ezzelől nem lehet kibújni.